Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Egy nappal szombat után, kora reggel, mikor még sötétség vala, a sírbolthoz jött Mária Magdolna, s látta, hogy a kő el van hengerítve a sírtól. Elfutott tehát Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit szeretett Jézus, és mondánékik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és a sírhoz mentek. Ők együtt futottak ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és előbb ért a sírhoz. És behajolva meglátta lerakott gyolcsokat, de mégsem ment be a sírboltba. Odaért pedig Simon Péter is, követve őt, és bement a sírba, és meglátta a lerakott gyolcsokat, és a szemfedőt is, mely az Úr fején volt. És ez nem volt a gyolcsokhoz téve, hanem külön összehajtva egy másik helyen. Akkor tehát bement az a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, látta és hitt. Addig ugyanis nem értették az írást, hogy így kellett neki föltámadni a halálból. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, ma világszerte ezzel a könyörgéssel kiállt a Szentegyház az Úristenhez. Isten, ki a mai napon egyszülötted által legyőzted a halált, kitárv előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztusunk föltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Ez a könyörgés az Istenhez szól. Nem akármelyikhez, nem mindegy, hogy melyik Istent imádjuk, csak egy van, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Azt szólítjuk meg, aki minket megszólított. Óriási esemény ez a könyörgés. Az egy Isten hitnek nem csak az a lényege, hogy egy Isten van, hanem hogy megszólítható, és ő megszólított minket. Az ókori pogányság és a mai ezoterikus világ is tulajdonképpen sejti azt, hogy csak egy valaki vagy valami irányít mindent. De azt gondolja a pogányság, hogy ez nem valaki, hanem valami. Mikor azt mondják a görögök, hogy az isteneket is a sors irányítja. Egy program. Érdekes, hogy lehet egy katolikus ember, aki azt mondja, hogy a sors. Hát ez fölött áll az Istennek. A valami, az fölött áll a valakinek. A személyes lét, a legmagasabb létforma, amit ismerünk. Az Ószövetségnek az újdonsága, hogy Isten megszólítja Izraelt, az embert. Nem néma valami az Isten. Nem világenergia az Isten. Mert akkor te meg én lennék az Isten. Mert én tudok magamról. Testvéreim, ez is a húsvét. A gondolkodás. A gyökeres megtérés a hithez. Egyszer dönteni kell. Valami uralkodik rajtunk. Hát akkor végünk van. Isten csak valaki lehet, aki megszólította az ember, és aki ezt szólni lehet. Ezért a pogányság úgy tudja, hogy az a valami, ami az isteneket is irányítja, ahhoz nem lehet beszélni, ezért a kisebb megjelenéseit szólítja meg, a napot, a tüzet, a holdat, ami ma most megint divat. De testvérek, ha az Isten valaki, nem lehet más. Nem lehet. Hát nem lehet ez a mikrofon, ez valami.
Az Isten nem lehet valami. Ő csak valaki lehet. De ha valaki, akkor az emberiségnek oda kellene figyelni Jézus utolsó vacsora mondott szavaival. Én és az Atya egy vagyunk. Egy Isten, de két személy, és a harmadik a Szentlélek. Most volt a rádióban az unitárius fél óra. Félelmetes. Ők egy zsidózó szekta, nem keresztények. Ők úgy értik, hogy egy valaki van. Hát testvérek, mi az ő képére vagyunk teremtve. Tessék elképzelni, hogy soha embert nem láttál. Csak valamiket, állatokat láttál, meg tárgyakat. Soha. Ha Isten egyedül lenne, akkor az lenne az isteni pokol. Isten csak szent háromság lehet. Ezt az ember nem tudja felfedezni. Isten olyan jó, hogy föltárta a bűnbe esett embernek önmagát. Hogy Jézus által belépett a történelembe, fölrepítette az istenségnek a mélységeit, a templom kárpitja kettéhasadt, és azt mondta, hogy közösség vagyunk. Egy örökké valóság, egy minden tudás, egy végtelen akarat, de három valaki, akik egymásban vannak. És az embert ezért teremtette valakinek. Most reggel a rádióban ismét Csókai Andrást hallottuk. Néha itt van a Szent Misémen. Professzor agysebész. Arról faggatták, hogy mettől ember az ember. Maga a kérdés egy logikátlanság és ostobaság. Mettől kezdve tölgyfa a tölgyfa, a magjától kezdve. A két sejt egyesülésében ott van valaki. Nem 12 hét múlva. Tehát nem gyilkolható meg. Ez nem hit. Ez nem kereszténység. Ez egyszerű emberség. És megint elmondta azt a történetet, hogy egy öngyilkos fiatalembert vittek a műtőbe, hogy szétszedjék, mert odaadta a szerveit. Agyhalálba volt, meghalt. És szeretett húga vagy nővére még oda ment a holttesthez, és beszélt hozzá, siratta, és eleredtek a könnyei. Pedig az agy nem működött. Valaki ott van az agy mögött. Ez a kereszténység. Az összes többi vallás ezt nem tudja. Nem alapra épít. Eleredtek a könnyei. És még hozzátette, hogy minden emberi dolognak van az agyba egy pontja, a mozgásnak, a látásnak, a hallásnak, a szabadságnak nincs. De szabadok vagyunk. Az agy mögött ott van valaki. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy Isten az embert az ő képére teremtette, ez azt jelenti, hogy valakinek teremtette. Nem egy állatfajta. És pedig azért teremtette valakinek, mert az embert fölvette az ő isteni természetébe. Tehát az emberi személy az örökké valóval érintkezett, amikor ezt elvágtuk. Akkor szétment az ember. Külön a test, külön a szellem. És úgy néz ki, testvérek, hogy győz a valami. Mert nézd meg egy rothadó hullát. Hol van ő? Senki se bizonyítja, hogy van. Széthullott. Ezért jött el az Isten fia emberré lett. És az Úr Jézusnak az agya, az idegrendszere mögött nem egy teremtett, a fogantatásban teremtett valaki, hanem a második isteni személy jelent meg, hogy birtokolja az emberi testet, és ez szétrobbanthatatlan. Mert a Szentlélekben alkotta meg Mária méhében az ő emberi testét. Itt kezdődik Mária méhében a te és az én dicsőséges föltámadásom az utolsó napon.
Mert az isteni személy, a második isteni személy birtokol most két kezet, két lábat, egy emberi gyomrot, szívet, agyat. Amikor megölték és meghalt, a halott testet is birtokolt az Isten fia. Ezért nem rothathatott el. Hanem mivel odaadta értünk önmagát a mi bűneinkért, hogy ezt a kapcsolatot megteremtse, azért az Atya Isten a lélek erejével ezt a meghalt emberi testet fölemelte egy új világba. Testvéreim, először az üres sírt látták. Igen, mert az ember kísértve van, hogy a tárgyak legyőzik a személyét. Figyeljük meg a bukott emberiségnek a tragédiája, hogy semmi se személyes. Az emberi kapcsolatok a másikat használja. Ki használja? Tehát a dolog kezd uralkodni a személyen. A dolgoknak ez a rettenetes uralma, ez a halálnak az uralma. Az az üresség, amelyet megtapasztalunk, az a sír üresség, a legnagyobb tapasztalat, mert elengedhetetlen a keresztény hithez és élethez. A posztmodern ember is tudja, hogy úgy tudja, hogy a test uralkodik a személyen. A pogány pedig úgy tudja, hogy halott test az elrohad, a személy pedig felolvad a mindenségben. Nem. A valaki veszi fel magába valamit. De ez csak Krisztusban, az Isten fiába történhetett meg. Hogy a mi természetünket fölvéve, ez nem átmeneti kirándulása volt az Istennek, hogy eljött 33 évig ide a földre. Örökké ember marad az Isten fia. Ismerd fel keresztény végre a hitedet. Legalább ezen a húsvéti napon. Ez nem hit. Ez nem vallás. Ez az egyetlen életünk. Ha ez nincs, akkor ma sem érdemes élni. Ebben a Szent Háromságos könyörgésben megvalljuk, hogy az Atyaisten egyszülött fia föltámasztása által győzte le a halált. Ez nem két aktus, rosszul van fordítva. Nem úgy van, hogy legyőzte a halált és kitárta az örökkévalóság kapuját. Hanem a föltámasztással egyszerűen Jézus lett, ami utunk az Atyához. Azt most mondta, hogy én vagyok az út. Ezért kiárasztotta a szívünkbe a Szent Lelket. A keresztény ember az nem egy vallásnak a tagja csupán, nem egy felekezet tagja, egyébként a katolikus egyház nem felekezet, hanem egyház, amely Krisztus alapított. Nem. Az ember Jézus Krisztusban menekült meg. Ő az ajtó, ő a kapu. Ő kiárasztotta belénk a Szent Lelket, hogy a személyünk kapcsolatban legyen Istennel, mint ahogy ő abból adott részt, és így hiába indul rothadásnak a testünk egy újat fogadni az utolsó napon. Mert Mária méhében megszületve, növekedve, haldokolóva, halottan is a második isteni személy birtokolja a názereti Jézusnak a testét. Ezért nem adhatta rothadásnak ezt a testet. Ez a mi testünk. Ezért tehát, aki hisz, az a Szentlélek által Jézus személyén keresztül az isteni természet részese lesz. Személye mélyén végbe megy az új teremtés, vagyis a föltámadás csírája. Most értjük azt a nehéz mondatát Szent Pálnak. Ha föltámadtatok, keressétek az odafent valókat. Nagyobb dolog, hogy valakit megkeresztelnek, és valóban hisz, nem úgy, hogy néha eljön templomba hangulatért, az nulla. Hanem, hogy mindene Krisztus. Ez a nagyobb dolog, mint a test föltámadása. Mert itt kezdődik az a létegység az isteni személyekkel, amelyet a halál nem tud kikezdeni, mert a halál nem Isten.
A Teremtő Isten nagyobb, mint a halál. Ezért írja Szent Pál, a föltámadtatok, keressétek az odafent valókat. És ezért Jézus Krisztus az én életem. Nem én vagyok a magam élete. A hozzávaló kötődés a Szentlélekben van, és ez a teremtés erőterébe emel. Persze, ez azért életforma, testvérek. Minden üres sír, ami nem személyes, és ami nem Jézussal kapcsolatos. Minden, ami nincs beleemelve a személyes szeretetbe, elveszett. De maga az emberek közötti személyes szeretetnek is vége, ha paráznaság, ha az igazságon kívül van. Csak a második isteni személyben szerethetjük egymást. Abban az új életben. A szeretetnek így Jézus Krisztusban van az igazolása. A szeretet és Jézus föltámadása ugyanaz. Testvérek, ez a húsvét valóban egy életforma. Életem Krisztus, mondja Pál is, meghalnom nyereség. Azt mondhatná valaki, hát hogyan támadtam fel, míg meg sem haltam. Elég nagy baj, mondaná Pál. Meg kell halni mindannak, ami a világban van. Az, hogy a pénz az úr. Az, hogy a bankok uralkodnak. Az, hogy a másikat tárgynak nézem. Ez a halálnak a civilizációja. Az, hogy tárgyasítom annyira a magzatot, vagy a haldoklót, hogy el lehet pusztítani bűn nélkül. Iszonyat, amiben élünk. Ha Krisztus vére állandóan át nem járná ezt a világot, mi lenne velünk? Testvéreim, Isten, aki a mai napon egyszületted által legyőzted a halált, kitárva előttünk az örökkévalóság kapuját, vagyis fölemelted személyünket, az Isten fia örökkévaló személyébe, és így az anyagi világot is beemelted. Urunk Jézus Krisztus föltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Az, hogy valóban ünnepeljük-e húsvét napját, az nem most derül ki. Most a forrásnál vagyunk és ihatunk. De hogy lenyeljük-e az élet vizét, és élet lesz-e belőle, az a délután derül ki, meg holnap után. Mi változott, testvérek? Marad minden a régi? Megtérünk-e ahhoz a Krisztushoz, aki az egyetlen út, igazság és az élet? Óriási reménységet kaptunk Istentől. Ez az a húsvéti öröm, amelyet a koporsók, a temetések sem tesznek tönkre. Mert előbb történt meg valami. Előbb lett Krisztus az én életem. Ő, aki a halált legyőzte. Dicsőség neki mindörökké, aki él az Atyával és a Szentlélekkel, és uralkodik, mint Pántokrátor, vagyis minden fölött uralkodó, a halál fölött is uralkodó. Amen.